Dr. Füst Antal vagyok, bányamérnök és jelenleg nyugdíjas. Salgótarjánban születtem és ott végeztem elemi és középiskoláimat is. Salgótarjánban a Madách Imre gimnáziumban érettségiztem, és ez a gimnázium egész életemre meghatározta a gondolatmenetemet. Olyan tanárjaim voltak, akiket átnevelés céljából helyeztek Salgótarjánba. Ilyenformán kiváló tanári kartól volt módon tanulni. Az érettségi után beiratkoztam a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre, akkor még így hívták, és a bánya mérnöki karra nyertem felvételt. Itt gyakorlatilag körülbelül olyan szinten végeztem a tanulmányaimat, mint középiskolában, majd 1963-ban diplomát szereztem, és közvetlenül a diplomaszerzés után elhelyezkedtem az Alumínium Ipari Tervező Intézetnél, mégpedig azért ide, mert a harmadéves koromban elnyertem az ő ösztöndíjukat, és ilyen formán ide kellett jönnöm dolgozni. Egy olyan év eltelte után vidékre helyeztek át, ahol üzleti gyakorlat volt a fő cél, amit meg kellett szereznem, mégpedig a Magyar Bauxit bányászatban, annak is a Halimba környéki üzemeiben. Bár bizonyos ismereteim már voltak a bányászatról, hiszen még egyetemista koromban segédbányárként is kellett dolgoznom, de ez a mérnöki tevékenység valamivel több volt, és azt kell mondjam, hogy érdekesebb is volt, de a segédbányári tevékenység ismerete nélkül bizony ez sem volt. Lett volna egy ilyen kimagasló ismeretanyag. Pár év múlva visszahelyeztek Budapestre az Alumínipari Tervező vállalathoz, bár akkor vállalatnak hívták. Így se sokáig voltam, mert egyszer csak meghívást kaptam a Miskolci Egyetemről, nevezetesen a geodéziai és bányamérési tanszékről, hogy adjunktusként szívesen látnának. A meghívó Hoványi Lehel professzor volt, akivel már hallgató koromban is viszonylag jó nexust alakítottam ki. 72-ben áthelyeztek ilyen formán, akkor még így ment a Miskolci Egyetemre, és adjunktusi beosztásban ott dolgoztam 1982-ig, tehát 11 évig. Ez alatt tanítottam geodéziát, bányászati geometriát, geológusoknak, bányamérnököknek, tehát elég változatos tananyag volt, amit tanítottam, sőt, a hallgatók az akkor Magyarországon még nem ismert geostatisztika tudományát is elsajátították tőlem, amely azzal kezdődött, hogy először orosz emlőkön próbáltuk a bányászati geometria nevű tárgyat tanítani, aztán egyre több lett benne a geostatisztika, a végén már csak a neve maradt meg az eredeti, a tananyag az egészen más lett. Az egyetem után, illetve hát az egyetemi adjunktusi pályafutásom után ismét Budapestre kerültem, ismét ugyanahoz a tervező céghez, de akkor már Aluterv FK-nak hívták, és itt a bányászati osztály vezetője lettem, és távlati tervektől a kiviteli tervekig mindent készítettem. Majd akkoriban szűntek meg sorra az ipari tervező intézetek, és úgy gondoltam, hogy egy azért csak marad a saját szakmába is. Ezért átkerültem a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetbe. Szándékosan a számítógépes osztályra, ahol igen korán megismerkedtem a mai IBM gépekkel, még az elsőben módon volt dolgozni, a kezdet volt még a Windows előtti állapotban. Itt tudományos főmunkatársi beosztásom volt először, aztán pedig a bányászati osztályvezetője lettem itt is, és ez tartott csaknem a tervező kutatóintézet megszűnéseig, mert akkor megkaptam egy másik meghívást, az pedig a Magyar Bányászati Főfelügyelőség nevű hivatal volt,
éppen a bányatörvény előtt álltunk, tehát a parlamentnél már ott volt a bányatörvény, az új magyar bányatörvény, amely meg is született 93-ban, és ekkor átalakult a hivatal, Magyar Bányászati Hivatal névre hallgatott ezen túl. Ennek lettem az elnök helyettese. A feladatom többek között az ásványvagyon gazdálkodás és a bányászati koncesziók ügye, ami azt jelenti, hogy az első magyar bányászati koncesziós pályázat kiírásában komoly szerepem volt, és az első szerződések megkötésénél is ott bábáskodhattam ezeknél a külföldi cégeknél. A bányászati hivatal tulajdonképpen majdnem az utolsó munkahelyen volt, mert időközben parkolópályára helyeztek, vagy hogy is mondják ezt, tartalékállományba helyeztek. Majd ez alatt a Mecseki, vagy bocsánat, a Recski ércbányák egyik leányvállalatánál tevékenykedtem, és végül is 2000. március 16-án nyugdíjba mentem. Amint nyugdíjba kerültem, ez nem azt jelentette, hogy én most pihenni fogok, hanem abban a pillanatban kiváltottam a szakértői jogosultságaimat, tervezői és szakértői jogosultságaimat, és ezekkel úgy az első három esztendőben el is foglaltam magam. Majd a Magyar Mérnöki Kamarán keresztül további jogosultságokat szereztem, akkor jött, akkor volt lehetőség arra, hogy vezető bányászati szakértő legyen az ember, és vezető tervező, hozzátéve a tervellenőri jogosultságot is. Akkor vállalkozóra alakítottam az én foglalkozásomat, és azóta is ebben a státuszban dolgozom, hozzátéve, hogy 2002-től a nukleáris hulladék elhelyezéssel foglalkozom, és jelen pillanatban még mindig a földalatti munkák független tervellenőre vagyok. Tehát a kutatástól a kivitelezésig felügyeltem gyakorlatilag ezt a tervezési vonalat, és hát ilyen formán a sokak szerint a tervek szigorú ellenőre voltam. Tudományos munkásságomat azzal kezdtem, hogy megcsináltam az egyetemi doktorátusomat. Ez még a bányavízcsorgák és ülepítők méretezésére vonatkozott, és mint méretezési eljárás ebben a témakörben első volt Magyarországon. Majd, miután adjunktusként dolgoztam a Miskolci Egyetemen, és tanítanom kellett a bányászati geometriát és a geostatisztikát, ebből a témakörből elkészítettem kandidátusi értekezésemet, és ezt 1980-ban meg is védtem. Ilyen formán gyakorlatilag ez volt az első ilyen témakörből, mint kandidátusi értekezés. De az ilyen dolgot nem szokta az ember abba hagyni, és folytattam tovább. A műszaki doktori fokozatot még egy kicsit korainak tartottam volna, ezért publikációk sora következett, olyannyira, hogy ma már, ha jól számoltam, olyan 200 körüli publikációban, és kb. Ugyanennyi előadást tartottam különböző konferenciákon, most az egyetemi tanításról szó sincs, különböző konferenciákon, angol, orosz és természetesen magyar nyelven. Végül a nyugdíjba vonulást követően lett annyi időm, hogy az akadémiai doktori fokozatot is megcélozzam, és 2004-ben meg is védtem ezt az értekezést, és hát meg is kaptam az akadémiai doktori címet. Jelen pillanatban tovább folytatom a publikációs tevékenységemet, sőt, az előadások száma se csökken, megvannak azok a konferenciák, ahol rendszeres előadó vagyok, és hát ezt csinálom, amit tudom csinálni. Sajnálatos módon azzal kezdődött a rokonságom sorsa, hogy édesapám ott maradt a Dolnán. Maradtam édesanyámmal kettesben,
igen kemény esztendő következtek. Nem édesanyám férjhez ment, miután édesapámat holtán nyilvánították. Nagy szerencsém volt, mert olyan embert kaptam apaként, aki édes gyermekeként nevelt engem. Született egy fiú testvérem is, és ketten csodálatosan felnőttünk. Miután iskoláimat szépen elvégeztem, még a védésem után, tehát a diplomavédés utáni napon meg is nősültem. Ilyen formán, hát sok szabad időm nem maradt a legény életre. A első házasságomból született egy fiúgyermekem, akiben nagyon sok örömöm van mai napig is. Míg nem, következett egy második házasság, ahol örököltem két gyermeket, azonos korúak, mint a fiam, egy csodálatos fiút és egy csodálatos leányt, és őket ugyanolyan szeretettel neveltem, mint a saját gyermekemet, és bennük is nagy örömöm van. Hogy kitől örököltem ezt a két gyermeket? Hát a második feleségemtől, aki vietnámi születésű, kitűnően beszél magyarul, de hát a vietnámi nyelvet is napra készen gyakorolja, olyannyira, hogy nagyon szép verseket ír, amit én sajnos csak magyar fordításban tudok érteni, de úgyis nagyon szép. Ő publikál otthon is, otthoni lapokban is, Magyarországon is, az itteni vietnámi lapokban is. Hát körülbelül így néz ki a családom, hozzátéve, hogy azóta 6 unokám van. Egy kicsikét a női nem túlteng az unokák között, mert 2 fiú és a 4 pedig leány. De hát az unokákat csak, úgy is szokták mondani, felelésük nélkül lehet szeretni. A legidősebb unokám most fejezi be a Miskolci Egyetemet, a legifjabb pedig 1/2 éves. Vagy hogy lesz-e négy unokám, azt még nem tudom. De mit szeretek csinálni azokban a szabadidőim időmben, amikor én nem vagyok hivatalosan vagy szakmai munkával elfoglalva? Az gyakorlatilag a regényírás. Eddig 3 regényem jelent meg, pár héttel ezelőtt a 3. Ezek a regények hát hobbiból születtek, tehát nem az, hogy én most regényíró leszek holnaptól és elkezdek regényt írni, hanem hosszas kutató munka után írtam meg a Hazatérés legendája című könyvemet, ami egy magyar őstörténet, kezdetektől etelközik. A második regényem egy tulajdonképpen egy vártörténet, az Agybabölgyi Várok története, de regény formában, Koronás hegyek címet viseli. Majd ezt követte egy olyan pályázat, amit Sarvutarjánban írtak, mert 700 éves lett Bakereskővára. Erre egy regényt teljesen véletlenül a fiókból elő tudtam húzni, és megnyertem a irodalmi pályázatot. Most már a pályázat kiírói múlik, hogy mikor jelentetik meg. Mint említettem, pár héttel ezelőtt jelent meg a 3. könyvem, ennek a Föld ölében a címe, tehát ebből adódik, hogy bányász témákkal foglalkozik. Tulajdonképpen novellák sora az egyetemi évektől a nyugdíjas korig, fölelevenítve azokat az egyetemi történéseket, amelyeken még mindig tudunk nevetni, hogyha összejövünk az egykori évfolyamtársaimmal. És hát jelenleg is folyik ilyen írói tevékenység. Jelen pillanatban írom a Zagybafői Vár történetét, megint regény formában. Könnyű dolgom van, mert összesen arról szól a fáma, iratokban, hogy mikor halt ki a családom, amit építettem.